Új megállapodási javaslatot terjesztett be a brit miniszterelnök. Kevés részletet árult el belőle a Tory kongresszusán, viszont azt mondta, Nagy-Britannia a Brexit kapcsán kompromisszumra kész, és ezt várja el Brüsszeltől is. Megerősítette, hogy ha nem születik megállapodás, az Egyesült Királyság október 31-én mindenképpen kilép. Ez nem egy Európa ellenes ország. Mi európaiak vagyunk, és szeretjük Európát. Én mindenképpen szeretem. A brit javaslat lényege egyfajta a korszerű technológiát alkalmazó vámellenőrzés Észak-Írországban. Brüsszelben egy konstruktív és észszerű javaslatot teszünk az asztalra, ami kiegyezésre készítheti mindkét felet. Semmiképpen sem állítunk fel ellenőrző pontokat az Észak-Ír határon vagy annak közelében. Tiszteljük a béke folyamatot és a nagypénteki egyezményt. Az Európai Bizottság készen áll a javaslat tárgyilagos mérlegelésére, közölték Brüsszelben. Boris Johnson szerint az alkunak nincs helye. Ugyanakkor lehetővé tesszük, hogy az Egyesült Királyság egységesen és egészként kilépjen az Unióból, és az első pillanattól kezdve ellenőrzés alatt tartsa kereskedelmi politikáját. Boris Johnson leszögezte, a briteket többi nem bolondíthatják azok, akik késleltetnék vagy leállítanák a kilépést. Ne legyen kétségünk, hogy mi a másik megoldás. Az alternatíva a rendezetlen kilépés. És mi nem ezt akarjuk. Nem ez a szándékunk, de barátaim, ez egy olyan kimenetel, amelyre felkészülünk. James Cleverly, a konzervatív párt vezetője szerint az Egyesült Királyság, idézem, rugalmas és pragmatikus, és most ezt várja el az Európai Uniótól is.